Phoenix Gold FC megalapulása óta minden évben rendez kis pályásterem tornákat minden korosztálynak az U7-től az U12-es korosztályig. A szombati tornán 8 csapat focizott 2-4-es csoportban, az első 2 elődöntőt játszott, a harmadik, negyedik pedig az ötödik, 8. helyért. A gyerekek nagyon lelkesek voltak, így igazi parázsmeccseket láthattak a kilátogatók. Elég sok az utóbbi évben, elég sok a gyerkőc, hál' Isten most már. Kint a nagypályás létesítményünkben is a U19-ig vannak utánpótlás csapataink minden korosztályban. Pontos adatot nem tudok mondani, de szerintem 300 körül van igazolt játékosunk az utánpótlásba, és a szuperminitől elkezdve az U19-ig, akik ott U17-es, U16-os gyerek is már játszik a felnőtt Phoenix csapatával a megye egybe. Kovács Attila edző kiemelte, Szoboszlai Dominik sikere hatalmas motivációt jelent a fiatalok számára, ezért is választják egyre többen a labdarúgást. Nyilván nagyon nagy motivációt jelent a Dominik sikere, a bendé is, a bóla bendé is. Érezhető, hogy azért jönnek a gyerkőcök ide a klubhoz, és szeretnék megpróbálni, és hál' Isten most már magyar játékosokat tudnak bálványozni a mostani kis gyerekek, és egyre több magyar nevet látunk a focimezeken, nem külföldi játékosokét. A Phoenix Gold FC-nél az év végén sem lesz megállás, ugyanis számos focitornát szervez még az U12-es csapatokig bezárólag, illetve a Bozsik torna mérkőzéseit is megtekinthették a labdarúgás iránt érdeklődők a csarnokban.